A helyi művészeti iskola festészet tagozatos diákjainak tartottak tárlatvezetést Holló László Kossuth Díjas festőművész kiállításán. A Tiszavasvári Vasvári Pál Múzeum a művész halálának 125. évfordulója alkalmából rendezett időszaki tárlatot. Itt a Tisza Dadán készült alkotásait mutatják be a közönségnek. Nagyon szépek voltak, sőt még azt is észrevettem, hogy túl vannak a temperával festve. Az összes kép, ami Holló Lászlóé. Holló László az Alföldi Iskola jeles képviselője, a munkácsi tradíciót és a nagybányai iskola hagyományait követte. Tisza Dada volt az ő barbizonja, a Nyugalom szigete. 4 évtizeden át rendszeresen töltötte ott a nyarakat, lelki és fizikai munícióval is ott töltekezett. Leginkább a mindennap életet mutatják be a olajfestmények, illetve tus és szénrajzok, amiket itt láthatunk. 6 darab olajfestményt hoztunk el, ezek között legkiemelkedőbb az önarc képe, amit egyből a bejáratnál tekinthetnek meg a látogatók, illetve a tiszadadai mindennapokat bemutatják a különböző tevékenységek, például a mosóasszony, vagy éppen a mezőgazdasági munkák, a szántás, illetve a csíplés eseményei. A tárlat szeptember utolsó hetéig tekinthető meg, 29-én pedig már egy a Dezsőfi család hagyatékából válogatott kiállítás nyílik a múzeumban.